Sorozatunk legújabb darabjában ezúttal Székesfehérvár egyik legékesebb részére látogatunk. Úti célunk a Rácz utca, ahol a valaha rácok által lakott jellegzetes épületek többségében ma múzeum működik. Székesfehérvár ezen részén valaha nagy számban telepedtek le ráciparosok. Deszkakerítéses, meszelt falun átfedeles házaik egy csoportját, valamint az 1774-ben épített templomokat 1981 és 1988 között helyreállították, így ma a Múzeum utca értékes elemét képezi Székesfehérvár idegenforgalmi kínálatának. 1989-ben a Rácz utca Európa Nostra díjat nyert, melyet a 200 civil szervezet szövetségeként létrejött Európa Nostra szervezet adományoz a kiemelkedő műemlék helyreállításokért. Az utca középső részén álló 17. századi fából, ágakból és sárból épült templom helyébe 1733-ban kőből és téglából épített új templom került. Az építkezés és a teljes berendezés 1780-ban fejeződött be. A régi templom patrónusa Szent Miklós volt, a mait keresztelő Szent János születése emlékének szentelték. A szerb ortodox templom egyszerű barokk homlokzatát egyetlen szép sisakú torony díszíti. A torony alatt egyenes záródású kőkeretes kapu van 1772-es évszámmal. A fölötte lévő köréves fülkében az egykori festmény már csak nyomokban ismerhető fel. A torony és a homlokzat átmeneti részén egy-egy kőváza áll. 1772 és 1774 között készültek a templom belső fali képei. Mennyezeti freskóit több sárba komponált jelenetek díszítik. A Rácz utca a város élő, lüktető része, hiszen számos rendezvénynek, eseménynek biztosít helyszínt. Mégis, ha a környező lakótelepek közül ide sétálunk, mintha a múlt egy darabjába léptünk volna.